Kevesen tudják, hogy Magyarországon a bőrlabdákat sokszor börtönben készítették a rabok. Volt külön börtönvarró üzem több ilyen fegyházban, börtönben, itt Sátoraljóhelyen is, Márian Osztrán is. Márian Osztrán 1966 és 2010 között működött ez az üzem, amelynek a teljesítő kapacitására jellemző, hogy 1974-ben nem kevesebb, mint 84 ezer labdát gyártottak csak a Márian Osztrai börtönben. Állítólag, egy legenda szerint a 60-as években az egyik begdöntőt egy Márian Osztrai labdával játszották. Ez az a bak, amelyre ülve varták össze a labdának a szeleteit a rabok. Ez egy nagyon különleges munka, érteni kell hozzá, nem is minden fogvatartott alkalmas erre, és a legnehezebb része befejezni, amikor a színére kell fordítani a labdát, és az utolsó öltéseket elvégezni.